Kerub sorozat 22. előadás. Szabadító ima. Az exorcizmusról szólva láttuk, hogy a hittani kongregáció csak a parancsoló formában végzett szabadító imát kötötte meghatalmazáshoz, a kérő formában végzettet nem. Fölmerül a kérdés, mire jó ez a korlátozás? Nem mindegy a kongregációnak, hogyan imádkozunk, ha a lényeg ugyanaz. Mindenek előtt azt kell tisztán látnunk, hogy a kongregáció kettős nyomás alatt áll. A racionalista hullám az egyházban, amely a démonoknak még a létezését is kétségbe vonja, azt szeretné, ha egyáltalán nem volna exorcizmus. A karizmatikus megújulás viszont, amely felfedezte Jézus vérének szabadító erejét, azt kívánja, hogy szabad kezet kapjon a démonok elleni harcba. A kongregációnak egyrészt az a feladata, hogy ébren tartsa az egyház hitét, amely szerint felhatalmazást kapott urától a démonok kiűzésére, másrészt pedig az, hogy megóvja ezt a hitet a babonás értelmezésektől és a visszaélésektől. A démonokkal való konfrontáció ugyanis veszélyes terület. Az emberi fantázia torzulásain keresztül olyan irányt vehet, amelyet maguk a démonok diktálnak. Talán a múlt század 60-as éveiben történt, hogy egy svájci szekta vezetői, akik úgy vélték, hogy a démont veréssel kell kiűzni, egy 16 éves lányt, aki kínzói kezében beismerést tett a sátánnal való egybekeréséről, vesszővel és ostorral halálra vertek. A bíróság elítélte őket, de a kislányt a szektától félrevezetett szülei adták teljesen önként a szadista vezetők hatalmába. Persze nem sejtették, hogy ez lesz a dolog vége. A démonhisztéria tehát akár gyilkolni is tud. Bár a karizmatikus megújulásban eféle visszaélések nincsenek, nem csoda, ha az egyház kontroll alatt akarja tartani az exorcizáló tevékenységet. Híres lett Anneliese Michel esete Klingenbergben, Németországban, aki szintén exorcizmus közben halt meg 1976 nyarán, bár nem az exorcizmus következtében. Szabályosan püspöki felhatalmazással több ülésben végzett, hosszan tartó katolikus exorcizmus volt, mely közben a 24 éves egyetemi hallgató egyre rosszabb és rosszabb állapotba került, és a végén már képtelen volt táplálkozni. Szülei elmulasztottak orvost hívni, így a lány szervezete végül felmondta a szolgálatot. A bírósága szülőket marasztalta el, az exorcizmust végző papokat csak figyelmeztette. Az ilyen eset azonban nem csak tragikus, hanem rendkívüli módon diszkreditálja is az egyházat és a hitet. A szabadgondolkodó sajtó tel is telekürtölte a világot azzal, hogy a hallatlan középkori egyházi babona megint egy fiatal életet követelt. Nem ok nélkül mondja tehát a katekizmus, óvatosan kell eljárni, valamennyi az egyház által felállított szabályt szigorúan megtartva. És az 1172. kánon második bekezdése se ok nélkül követeli meg, hogy az exorcizmussal megbízott pap józan személy legyen. Ha mindenki gátlástalanul exorcizálhat mindenfelé, az előbb-utóbb súlyosan visszaüt. De milyen különbséget jelent a démont megszólító és a démonról harmadik személyben szóló fogalmazás a veszélyesség szempontjából? Nos, fontoljuk meg, hogy amennyiben a démon válaszol a hozzáintézett szavakra, a megszállott emberen keresztül teszi. Ha csak ugyan megszállottságról van szó, és maga a démon szólal meg,
akkor a megnyílt pokollal állunk szemben, amely helyzet kényes voltát talán nem kell bizonygatni. De fönnáll a másik, talán még veszélyesebb lehetőség, hogy a megszállottságot csak belelátják és beleszuggerálják az emberbe, akinek problémái talán csak pszichológiai szinten helyezkednek el, ilyenkor a szerencsétlen saját hangját a démon hangjának fogja hinni, saját személyiségének egyes részeit démonokként fogja űzni és utálni, és olyan manipuláció tárgya lesz, amely lelki függésbe és súlyosabb pszichés betegségbe taszítja. A harmadik személyű fogalmazás is tartalmaz ilyen veszélyt, de jóval enyhébb fokban, mert nem szabadítja el olyan mértékben a képzelete. Nem csoda tehát, ha a hittani kongregáció itt látta jónak megvonni a határt. Olyan karizmatikus közösségekben, amelyek a démonüzést nem tartják józan kontroll alatt, a manipuláció olykor rendkívül erős lehet. Karizmatikus szabadegyházakban ismert jelenség, hogy szúrós tekintetű, szuggesztív exorcisták súlyos függésbe hoznak gyöngébb egyéniségeket. Érdemes olvasni Bartus László Feszvan című leleplező könyvét a hídgyülekezetéről, hogyan űzik a démonokat mindenkiből, aki a fölkent vezetővel nem ért egyet. Hogyan torzulnak el a személyiségek, és betegszenek meg az emberek ebben a karizmatikus diktatúrában. Mindez nem csupán egy sértődött ember vádaskodása, mint azt személyes beszámolóból tudom. Hálásak lehetünk azért, hogy a katolikus egyház nem enged kontroll nélküli ördögűzőket ránk szabadítani. Most a következő kérdést tegyük föl. Vajon ha nem parancsoló, hanem kérő formában űzzük a démonokat, nem veszít-e ezáltal erejéből az ima? Állíthatjuk-e valóban, hogy a kérő fogalmazás azonos hatékonyságú a parancsoló fogalmazással? Ha hittel kérünk, igen. Sok keresztény nem ismeri a kérő ima igazi természetét. A hívő kérő imája nem jámbor óhaj, Isten gyermekeinek imája teremtő erő. A szinoptikus evangéliumok úgy fogalmazzák az ehhez szükséges követelményt, hogy hittel kell kérnünk. Máté 21-22, mindazt, amit hittel imádságban kértek, megkapjátok. A János evangélium fogalmazása szerint Jézus nevében kell kérnünk. Amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. János 16-23. Az apostoli levelekben azt a követelményt találjuk, hogy a Szentlélekben kell imádkoznunk. Efezusi levél 6. fejezet 18. vers. Mindenkor esedezzetek a lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s őbenne virasszatok teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentért. Ez a három feltétel, tehát hittel imádkozni, Jézus nevében imádkozni, és a Szentlélekben imádkozni, egy és ugyanaz. Hittel imádkozni annyit jelent, hogy nem egyszerűen emberi vágyainkat mondjuk ki az imában, hanem azt, amire a hit karizmájában maga Isten indít. Ugyanis itt nem a gondviselésben való általános hitről van szó, hanem arról a konkrét hitről, hogy ez a meghatározott dolog, amit most kérünk, valósággal meg fog történni. Ám ez a meggyőződés csak is akkor jogosult, ha Istentől származik. Jézus nevében imádkozni. Annyi, mint Jézus személyébe helyezkedve kérni. A név a szemét jelenti a bibliai gondolkodásban. Vagyis annyi, mint azt kérni, amit Jézus maga kér az atyától. A Szentlélekben imádkozni ismét annyit jelent, hogy maga a lélek indít a kérésre. Vagyis mindhárom feltétel azt fejezi ki,
hogy az olyan imádság hatékony, amelyet maga Isten végez bennünk. Amint azt a római levél 8. fejezetének 26. és 27. verse ki is fejti. Ha még nem mindig vagyunk képesek ilyen imára, akkor növekednünk kell a lélek indításaival való azonosulásban, a Jézus nevébe, személyébe való belehelyezkedésben, és ez nem történhet meg kitartó ima nélkül. Ezért buzdít bennünket az Úr az álhatatos kérésre, például Lukács 18. fejezetének első 8 versében. Imánk első eredménye így saját lelki fejlődésünk, Isten szándékaival való fokozatos azonosulásunk. És ennek következményeként nyernek kéréseink egyre gyakrabban meghallgatást. Mint a katekizmus tanít, kérésünk első meghallgatása abban áll, hogy az imádkozó szív átalakul. A karizmatikus megújulásban általában ezt az utat járjuk. Nem érthetünk egyet a Word of Faith mozgalommal, amely szerint elég egyetlen egyszer kérnünk valamit, és attól a perctől kezdve bizonyossággal kell megvallanunk, hogy már meg is történt. Imádságunk pneumatikus ereje fejlődésnek van alávetve, de a fejlődés iránya a mi kéréseink azonosulása Isten teremtő erejű szavával. Amikor és amennyiben ez az azonosulás megtörtént, Istenhez intézett kérésünk a teremtéshez intézett parancs lesz. Ha pedig nem történt meg, hiába parancsolgatunk a teremtményeknek, a démonoknak is, nem fognak engedelmeskedni. Vagyis imádságunk eredményessége nem attól függ, milyen nyelvi formában fejeződik ki, hanem a benne működő pneumatikus erőtől, ahogy az első korintusi levél 4. fejezetének 20. verse mondja, nem beszédből áll az Isten országa, hanem erőből. Figyeljük meg, hogy Jézus semmi különbséget nem tesz a kérő és parancsoló formában elmondott ima között, feltéve, hogy van benne hit. Idézek Márk evangéliumából 11. fejezet 23. és 24. vers. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy megtörténik, amit mond, akkor az meg is fog történni. Azért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádkozva kértek, elnyeritek, és meg lesz nektek. Idézet bezárva. Tehát nem tett különbséget a kérő és parancsoló ima között, a hegynek parancsoltunk, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe. Az idézet második fele viszont azt mondja, mindazt, amit imádkozva kértek, elnyeritek. Istenhez kérés, a teremtéshez parancs. Föltehetjük a kérdést. Ha az imádság kérő és parancsoló formája egyenértékű, miért éppen ezek között vonja meg a határt a hittani kongregáció a szabadító imában? Mint említettem, a kongregáció kettős nyomás alatt kereste a középutat, egyrészt nem akarta engedni, hogy az önjelölt exorcisták és velük a botrányok diszkreditálják az egyház hitét, másrészt nem akarta a kelletténél jobban korlátozni a karizmatikus csoportok értékes tevékenységét. Valahol meg kellett szabni egy határvonalat, és nekem úgy tűnik, ez igen bölcsen mértéktartóan történt. Továbbá, ha erőben és hatékonyságban nem is különbözik a kétfajta ima, a démonokhoz intézett direkt parancs külsőleg sokkal drámaibb, és ezzel a szenzáció hajhászás és a manipuláció több lehetőségét hordja magában.
Érthető tehát a nagyobb óvatosság ezen a kényesebb területen. Összegezzük az eddigiek alapján, hogy a katolikus egyház jelenleg 2006-ban érvényes fegyelme szerint milyen szabadító imákat végezhetünk a démoni befolyás megszüntetésére. Először a megyés püspök indokolt esetben végezheti az ünnepélyes exorcizmus szentelményét, a nagy exorcizmus saját joghatósági területén, azaz egyrészt saját egyházmegyéjén belül, vagy pedig saját egyházmegyéjének hívein, annak területén kívül is. Második pont, egy áldozópap kizárólag akkor végezheti az ünnepélyes exorcizmus szentelményét, ha arra a területileg illetékes megyés püspöktől kifejezett, tehát nem hallgatólagos vagy feltételezett, és speciális, erre a konkrét esetre szóló engedélyt kapott. A megyés püspök helyett megadhatja ezt az engedélyt bizonyos a jogtól meghatározott esetekben a helynök is, illetve az, aki egyház jogilag ordináriusnak számít. Harmadik pont. A régi rituále tartalmazott egy olyan exorcizmus szöveget, amelyet a püspökök, csak a püspökök, szabadon végezhettek saját joghatósági területükön kívül is. A de exorcismis, tehát a jelenlegi rituálé, ilyet már nem tartalmaz. Következésképpen most már, ha egy püspök saját joghatósági területén kívül akar exorcizmust végezni, éppen úgy felhatalmazást kell kérnie a területileg illetékes megyés püspöktől, mint bármely áldozópapnak. Ez a változás összefügg a püspöki joghatóság nagyobb hangsúlyozásával a II. Vatikáni zsinat után. A területileg illetékes püspöknek jobban alá van vetve mindaz, ami az ő területén történik. Negyedik pont. Az egyszerű exorcizmus szentelményét, a kis exorcizmus, az végezheti, aki fel van hatalmazva annak a szentségnek vagy szentelménynek a kiszolgáltatására, amelynek szövege az egyszerű exorcizmust tartalmazza. Ez legtöbbször bármely áldozópap, esetleg diakónus. Kivételes esetben világi hívek is kaphatnak felhatalmazást, például a keresztelésre. És ilyenkor természetesen a benne foglalt exorcizmust is jogosan végezhetik. A szentelmények használata, nem létrehozása, használata, amennyiben egyházi előírás nem korlátozza, mindenkit megillet. Például bárki meghinthet egy szemét vagy tárgyat szentelt vízzel, ami a vízszenteléskor végzett exorcizmus erejének alkalmazását is jelenti. Csak egy megjegyzést hadd tegyek itt, ne tévesszük össze a keresztvizet az egyszerű szentelt vízzel. Az utóbbi az, amit bárki használhat. Ötödik pont, a személyek fölött végzett szabadítóima, amennyiben abban magukhoz a démonokhoz szólunk, a hittani kongregáció korábban idézett állásfoglalása szerint közös megítélés alá esik az ünnepélyes exorcizmussal, vagyis nem szabad végezni az ott megkívánt meghatalmazás nélkül. A 13. Leóféle kis exorcizmus is ünnepélyes exorcizmusnak számít, és nem végezhető felhatalmazás nélkül. Hatodik pont. Amennyiben azonban a személyek fölött végzett szabadítóima nem tartalmazza a gonosz lélek direkt megszólítását, hanem csak Istenhez könyörög a démoni hatalmaktól való szabadulásért, akkor az nem egyéb, mint a szabadítsd meg a gonosztól kérés egyik formája, amit bármely hívő szabadon végezhet, minden külön meghatalmazás nélkül. A hittani kongregáció idézett leveléből teljesen világos, hogy a megszorítás a szabadítóimának erre a változatára nem terjed ki.
Tehát végezhető csoportosan is, csak kellő körültekintéssel, az illetékes egyházi szervek figyelmeztetéseire nyitottan történjék, ami minden karizmatikus tevékenységnél kötelező. Ez nem hivatalos exorcizmus, ez magánima, amit a félreértések elkerülésére szerencsésebb magánexorcizmus helyett egyszerűen szabadulásért való imádkozásnak, szabadító imának nevezni, amint az el is terjedt a karizmatikus megújulásban. 7. pont. Ha csak önmagunk szabadulásáért imádkozunk, ez történhet parancsoló formában is, föltéve, hogy vagy egyedül vagyunk, vagy csak magunkban imádkozunk, anélkül, hogy más is hallaná. Ez ugyanis szigorúan egyéni ima, a közös imára vonatkozó megszorítások nem érinthetik. 8. pont. Ha más személy szabadulásáért imádkozunk, de csak magunkban, egyedül, vagy mások számára nem hallhatóan, és mások főképpen az illető személy tudta nélkül, ez is csak egyéni ima. És a itteni kongregációk korlátozásai szigorúan véve nem érintik. Ilyenkor se használjuk azonban soha az egyház hivatalos exorcizmus szövegeit, ha csak nincs ehhez felhatalmazásunk. Elvileg imádkozhatunk parancsoló formában is, de mivel, mint Don Amort bölcsen mondja, az engedetlenség látszatát is kerülnünk kell. Gondoljunk a tanúságtételekre, tapasztalatok megbeszélésére. Arra szeretném buzdítani testvéreimet a karizmatikus megújulásban, hogy a parancsoló formát lehetőleg ilyenkor is mellőzzék. A kérő formában mondott szabadítóima ugyanolyan hatékony. 9. pont. Ha nem személyeket, hanem tárgyakat vagy helyeket akarunk megszabadítani a démoni befolyástól, a hitani kongregáció levelében foglalt korlátozás erre az imára nem terjed ki. Akkor se, ha közösségben folyik. Az egyház hivatalos exorcizmus szövegeit azonban ilyenkor se végezhetjük engedély nélkül. Elvben valószínűleg használhatnánk parancsoló formát is, de én nagyon kérem a karizmatikus megújulásban aktív testvéreimet, hogy ezt ne tegyék, hanem maradjanak meg a kérő formánál. Menthetetlenül beleesnénk ugyanis az engedetlenség látszatába, hiszen az itt előadott finom megkülönböztetésekkel úgy szóval senki sincs tisztában. Ne kényszerítsük a hittani kongregációt újabb korlátozásokra. Higgyünk a szabadító imádság elejében, nem feledve, hogy a hívők Istenhez intézett kérése parancsa teremtmények számára, beleértve a démonokat is. A mondottak lényege számunkra az, ami az előbb a 6. pontban elhangzott. Ez hatékony fegyvert ad a kezünkbe. Gyóntatás közben nem egyszer ismerem föl a gonosz lélek behatolását vagy támadásait keresztény testvéreim életében. Ilyenkor mindig kérő formában szoktam imádkozni értük, nyugodt magától értődő modorban, mellőzve minden most jön a nagy ördögűzés stílust, de egyúttal magabiztosan, mindjárt hálát is adva a biztos meghallgatásért. Ám nincs is szükség okvetlenül külön imára, a feloldozási formulának azt a részét, Isten bocsásson meg neked és adja meg a békét, Istennel való hallgatólagos megállapodással úgy értelmezem, hogy ez egy nem formális exorcizmust is magában foglal, hiszen a béke szükségképpen a démoni befolyástól való mentességet is jelenti. Káromkodó gondolatok, depresszió, öngyilkossági késztetések esetében az ilyen egyszerű szabadító imát nagyon hatékonynak tapasztalom. Ha viszont valaki azzal jön hozzám, hogy ördögűzést kíván, ki szoktam jelenteni, hogy erre nincs felhatalmazásom, de szívesen látom az illetőt a gyóntatószékben. Don Amort szerint a szentgyónás ereje nagyobb, mint az exorcizmusé. A fentebb előadottakkal sokan nincsenek tisztában. Amikor fire evangelizáció volt hazánkban, amerikai testvéreink
parancsoló formában kergették a démonokat, hogy csak úgy füstölt. Nem láttam időszerűnek, hogy teljesen jóhiszemű és roppant eredményes eljárásukat tört angolságommal kritikai bonckés alá vegye. Saját hatáskörünkben azonban tartsuk magunkat az egyház előírásaihoz, és igyekezzünk azokat megismertetni a karizmatikus közösségekben. Kovács Gábort hallották.